A Nyers István labdarúgó akadémián 5 korosztállyal 6 edző foglalkozik, így a nemrég lehelyezett műfőves pálya nagy segítséget jelent az edzések során. A felnőtt csapattal együtt naponta 120 gyerek edz a pályán. Nagyon sokat jelent nekünk ez, főleg ilyen rossz időben, főleg ilyen szeptember, október, november, mikor elkezdünk a másik fél szezon, szóval március, április, február is. Nagyon fontos, hogy nekünk van ez ilyen pálya, és akkor nem teszünk tönkre a másik kettő pályát, mert ez tényleg ilyen nagyon erős a talaj, és akkor bírunk több edzés is naponta tartani ezen a pályán. Hát nekünk most 5 korosztály van az akadémián, szóval minden korosztályban körülbelül 20 a létszám, és szóval minden nap több mint 100 gyerek lép erre a pályára, plusz az mellett van a felnőtt csapat is, szóval 120 gyerek minden nap ezen a pályán, és akkor tényleg azért mondom, hogy nagyon jó jön ez most ebben az időben, hogy nem bírunk tönkretenni a két rendes pályát. Sok idő kellett volna erre. Igazán az volt a gond, hogy a TSC több helyen is csinált ilyen pályát, és akkor mindig voltak ilyen első, második, harmadik lépések, és akkor mindenhol először megcsinálták az első lépés, nem tudom, Tótfaluba, akkor Becsén csinálták a pályát, és akkor mikor ott még volt az első lépés, akkor megint volt a második lépésnek a munkának, és akkor így mentek, és akkor kicsit többet tartott a munka, de örültünk, hogy kész, és még tovább próbáljunk a körülményeket fejleszteni itten. Az edzőknek és a szervezéseknek köszönhetően nem csak magyar Kanizsa község területéről, hanem Csókáról, Padéról és Szanádról is érkeznek gyerekek, többségüket a Kaszap István kollégiumban szállásoltak el. A téli szünetben itt is belső felújítások folynak. A napokban arra gondoltam, hogy milyen nyomasztó csend lenne ezekben a napokban, a diákok nincsenek itt, megszoktuk az állandó zsivaj, zsibongást. Hát a mesterek most gondoskodnak arról, hogy azért ne legyen éppen nyugtunk. Belső munkálatok folynak a magyar kormány támogatásának köszönve, felújítása az épületen, belső felújítása, elsősorban mosdók felújítása, a fürdőszobák felújítása történik, szobák messzelése, padlólapozás, a lépcsőház újralapozása, ablakok cseréje, majd rövidesen sor kell arra is, tehát ezeket az elhasználódott, amortizálódott részeket ki kell cserélni. Rendszeresen, tehát 65-en, ugye hétről hétre, de amikor a programjaink vannak, akkor néha több százan is. Ez az év sajnos rendkívüli volt, tehát az a túldozott létszám, mert mindig szoktunk úgy büszkélkedni, az most elmaradt az idén. Ennek ellenére azért nyáron is voltak százan egy ilyen felkészítő, egy ilyen labdarúgó tornán, labdarúgó, hát ilyen tíznapos itt tartózkodáson, táborban, ami ismétlődik minden évben, az idén nagyon sokan jelentkeztek. Utána pedig hát beköltöztek a mi fiaink július 15-én ide a kollégiumba, és a napokban mentek el, december elején mentek el otthonaikba. Mellettük vannak, mi vannak, akik is nem foglalkoznak aktív sportolással, vagy akik cselgáncsra kötelezték el magukat, tehát ők is itt laknak. A következő év októberére várhatóan elkészül a sportcsarnok is, melyet a magyar kormány finanszíroz. A tornatermet nem csak a helyi diákok használhatják, hanem különböző sporteseményeknek is helyet ad majd. Az nagy örömünkre szolgál szintén ebből a támogatásból, sikerül megvalósítanunk. Előkészületi munkálatok vannak, az engedélyek, terdokumentáció, anyagbeszerzés, koratavasszal kezdenénk az építést. Alapok már megvannak, október 31-e végső határidőbe kell fejezni. Ez úgy a falu közössége részére, mint szélesebb közösségünk részére is óriásit jelent, hiszen egyházi rendezvények, kulturális rendezvények, sportrendezvényeknek a helyszíne, ezt iskolánk használja, diákjaink, az mellett pedig a sportturizmusban is gondolkodunk, tehát ez egy óriási eszköz számunkra, ugye a közösségépítésre, meg a sport életünk továbbfejlesztésére.